Puzsér. Szexelnél az anyjával? Vedd el a lányát. Ma este. Te most szabad vagy, vagy én? Neked a párod? Ismét bemutat. A férfi gyűlölethez találsz egy csomó herélt férfi szolgát, de valahogy a nő gyűlölethez nem találsz nőt. 10 ostobaság, amivel a férfiak hülyítik magukat. És egy ember. Büszkén és önérzetesen felvállalom azt, hogy az evolúciónak a csődje vagyok. Aki végre rendet tesz a fejekben. Azért az ember úgy kis meghökken, hogyha úgy így valakinek látja a kukiját. Szókimondó igazságsó, az A. Stúdiumban az ország legszabadabb szájú kritikusa, Puzsér Robert. Önkonfrontált jó estét kívánok! A férfiak nem foglalkoznak a párkapcsolataikkal. Megvan a maguk hobbia. Alig ha véletlen, hogy nem nekik készülnek a romantikus komédiák gicses hazugságai és a párkapcsolati önsegítőkönyvek azon megfejtései, melyek szerint az elromlott párkapcsolat olyan, mint egy rossz mosógép. Megjavítható. De mi van, ha a párkapcsolatok nagy része el sem romlott, de a kétségbe esett javítgatással még elrontható? Nos, a férfiak ebből a lelkizésből nem kérnek. Érzelmi igényeikről pornóvideók és önsorsrontó mantrák gondoskodnak. 10 ostobaság, amivel hűítik magukat, ezúttal a férfiak. Ez a ma esti Sznobjektív tárgya. A lista ismertetésében a népszerű dalszövegíró énekesnő Pásztor Anna lesz segítségemre. Szóval, a férfiaknak szóló önsegítő anyag az leginkább a pornó. Egyetértesz a diagnózisommal? Várjál már, fölébredek. Szóval pornóval kezdünk. A férfiaknak önsegítő diagnózis, azt mondta önsegítő. Nem. Ők, a nők az önsegítő könyvekből próbálják a kapcsolataikat toldozgatni, foldozgatni, még akkor is, hogyha azok el sem romlottak. Míg a férfiak, meg elsősorban a pornóra, meg ilyen önhűítő mantrákra hagyatkoznak. Ez volna a diagnózisom. Hát így a 21. században szerintem ez vegyül. Tehát most már, hogy a nőknek hozzáférése van számítógépekhez, és kezdenek érteni is hozzá, szerintem azért van az a nőtípus, akinek az egere úgy arrafelé vándorol, ahol mondjuk ilyen felnőtt tartalom van. De ezek valójában nem férfi referenciák? Hanem arról szól, hogy a nők magukra vették a férfiak önsegítő technikáit. És hogy ebből fakad az, hogy a nők elkezdtek pornózni? Hogy valójában, már nem úgy értem, hogy szerepelni a pornóban, hanem úgy értem, hogy fogyasztani a pornót. Hogy valójában ezeket nem kifejezetten a nőknek gyártják, de a nők elférfiasodásának a következménye, hogy a nők elkezdték ezt a férfi kultúrát fogyasztani. Igen. A lányok azt vették észre, hogy valami teljesen mást kapnak, mint egy társ és társas érintkezés. Tehát úgy nyúlnak hozzájuk, úgy szólnak hozzájuk, hogy abban nincs tangó, hogy szépen fejezzem ki magamat. Tehát nem arról szól az egész, hogy megmerek érinteni, aztán lemerem venni a melltartódat, hanem arról szól, hogy na akkor ezt úgy kecsön, rá, 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 rá. És ebben a férfi is olyan, aki még úgy ebben nem jártas, hogy akkor most nekem a Jézusom, hogy is volt? És a nő meg ott áll, hogy mi van veled, hallod? Előbb még moziba mentünk, meg együtt BMX-eztünk. És akkor ennek a nagyon sarkalatos és nagyon szomorú része, hogy ilyenkor ugye mind a két fél fusztrált, mind a kettő fél azt hiszi, hogy valamit rosszul csinál, és akkor jön a kamagra, vigra, stb. Az egyvelege. Amíg aztán nagyon vicces is tud lenni, meg nagyon szomorú is. Tehát, hogy 10-20 évesek, 20-30 évesek mondjuk inkább, tényleg úgy indulnak el randira, hogy felpattintanak egy ilyen vigrát, amitől biztos lesz a siker. Tehát ez se jó. És akkor onnét visszakerülni a normális párkapcsolatba, meg egyáltalán eljutni odáig, hogy mi is jó neked, nagyon nehéz. A nők mértéktelen idealizálása épp úgy megfosztja őket a sorsuktól, mint a mértéktelen dominálásuk és alávetésük. 10.
A nő egy éteri lény, aki gyámolításra szorul. Ez a régi díszkút meg a serfőzőnénk haja a város két nevezetessége. Jó napot az uraknak! Jó napot! Én azt hiszem, hogy nem egészséges, és nem partneri, és nem egyenrangú kapcsolat az, amikor a férfi azt a nőt, azt mindenáron gyámolítani, szolgálni akarja, abban a szolgálatban ő alá akarja rendelni magát, akar találni az életének valami nagyobb, valami hatalmasabb, valami magasztosabb, valami nemesebb célt, és akkor ezt testesíti meg ez a bizonyos nő, csak hogy ennek a referenciának nem lehet megfelelni. Ezért aztán a csőd az garantálva van. És általában ezek azok a kapcsolatok, amikor felbomlanak, akkor nagyon könnyen tragédiába torkollanak. Ó, de szomorúak! Nagyon szomorú is. Az igazság az, hogy pont ezek a férfiak, akik gyámolítani akarják a nőket, akik minden téren alárendelődnek, akik a szolgálatban akarnak megsemmisülni, ezeket a férfiakat. Egyre jobb hangzik. Jöhet egy ilyen kört, azért bevállalok egy biztos, ilyen férfivel. Biztos, hogy fordozom a tenyerén, azért mennék egy... Biztos, hogy élveznéd, csak azon kapnád magad, hogy ezt a férfit, nem tudod igazán férfinak tekinteni, nem tudod igazán becsülni, és hogy végül értéktelen lesz a számodra. Tehát, hogy ki fogod használni. Ez lesz a vége. Ahogyan az anyja is kihasználta. Ugyanezt tudják nők is csinálni. Tehát inkább én nőkön látom azt, hogy szupernők akarnak lenni, minta mindenből, és olyan szinten az első pár hónapban, pár évben kiégnek abba, hogy megfelelnek. Tehát, hogy én akarok a szexisten nő lenni, meg a konyhában, meg a gyerekkel, meg a barátnők előtt is, ami nagyon fontos, meg most már social médián is ott lenni patentul, hogy ebben be lehet őrülni. És akkor a férfi kap egy ilyet, egy ilyen tökéletes nőt, és két év múlva meg kiég mellett, és azt mondja, hogy mi van veled, tehát hogy ez, nem ez volt az eleje. És akkor a nő meg nyilvánvalóan ilyenkor frusztrált, és akkor jönnek az ütközések. Nő az meg tud maradni huzamosabban egy olyan kapcsolatban, ahol a férfi teljesen alárendelődik neki. Nem az történik, hogy az a férfi tulajdonképpen kasztrálja magát, és ezáltal a párkapcsolatnak a végét kvázi megelőlegzi. Hú, de jó képeid vannak, középkori. Láttam az eszközt, hallod? De igen, lelki értelemben pont ez történik. Igen, ez már szerintem a határon való túllépés. Minden táncban, ami a párkapcsolat, a társas kapcsolat, mondjuk egy tangó, apró, finom mozdulatok vannak, amikor valaki megfogja a nőt, megfogja a férfit, egymás szemébe néznek, akkor én lökök egy kicsit, te mész hátra, mert az neked jó. Utána te jössz hátra. És az egész egy olyan kapcsolódás, és olyan tánc, és olyan magatartásforma, ami mind a kettőnek jó. Ha valaki kicsit többet lök a másikon, és annak nem jó, az el fog menni, vagy elesik. És csúnya lesz a tangó. Tehát ez egy párkapcsolat, hogyha az odaadás jól esik, és viszonozva van, akkor maradni fog. Amikor ez átmegy egy egészségtelen dologba, és a férfi vagy a nő alárendelődik, akkor valamelyikük kiég, nem bírja tovább, tönkre megy, és a másik számára nem lesz érdekes. Nézd meg egy 30 éves Toyotát. Nagyon megbízható. 9. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Bizonyos férfiak házi cselédet keresnek, ugyanakkor meg szeretnék látni azt, hogy kit kell dugniuk 30 év múlva. És erre szolgál ez a mondás, ugye? Szexelnél az anyjával? Vedd el a lányát. Felvennéd takarítónőnek az anyját? Vedd el a lányát. Felvennéd szakácsnőnek az anyját? Vedd el a lányát. Milyen jól süti a csülköt? Még mindig fölpróbálnám.
Jó, jó, anyukával kell randizni, ezek szerint. Igen, kettőt kell randizni az anyukával, hogy kiderüljön, hogy 30 év múlva hogy fogod érezni magad ebben a helyzetben, amiben most hát belépsz. Ha ennyire jó az anyuka, és hogy csinálja a csülköt meg az összes többit, hát akkor nagy levegő is legyen vele. Most ki tudja, hogy a lánya milyen lesz, hát azért ez egy más génkosár. Tehát, hogy ott azért ott benne van apuka is, érdemes apukával is randizni egy párat, meg lehet, hogy a nagyszülőkkel is. Igen, igen, csak hogy ez megfosztja a nőket a sorsuktól, mert az anyjuknak a sorsát, meg az anyjuknak az attitűdjét, meg az anyjuknak a lényét diktálja nekik. Alig ha véletlen az, hogy a nők körében nincs ilyen mondás, hogy nézd meg az apját, vedd el a fiát. Valahogy a nők azok valahogy sokkal ízlésesebben állnak ehhez hozzá, nem tudnák ilyen durván tárgyasítani a partnerüket. Te most szabad vagy, vagy ilyen? Neked a párod? Mondjuk válasszunk, hogy mondjuk én, nekem az én anyukám, ki legyen az én anyukám, mondjuk Beyoncé. Kicsit nehéz, de Beyoncé lenne az anyukám, és jön egy férfi, és azt mondja, hogy annyira tökéletes az anyád, hogy én téged szeretnélek, mert látom benned Beyoncé-nek a vonalait. És én meg azt mondom, hogy fú, hát köszi szépen, hát kicsit Beyoncé vagyok, igen. És ugye elkezdek Beyoncézni, és utána bejön valahol a Pásztor Anna kar, a Pásztor Anna élete, hogy nekem mit kéne csinálni ebbe a világban, mit kéne, nem ugyanazt, mint Beyoncé-nek. Tehát, hogy nem véletlen, hogy én Pásztor Annának születtem, és nem Beyoncé-nek, akkor is, ha a lánya vagyok. Tehát, hogy itt jön be, nem tudom, hogy ez egy kicsit ilyen, hogy van, mindenkinek van egy saját kicsi sorsa, ami kapott, és utána szabadon választott. Nagy egó, nagy vagyon, nagy hatalom. Nagy autó, nagy ház, nagy birtok. Nagy temetés, nagy kripta, nagy csönd. 8. A méret a lényeg. Én azt hiszem, hogy a férfiak nagyon sok esetben így járnak. Így járnak, hogy a méretükkel azonosítják őket. Ez a mondás, ez a férfiakat fosztja meg a sorsuktól, nem a nőket. Az tény, hogy a nők evolúciósan igenis vonzódnak a magas férfiakhoz, a kigyúrt erős kanokhoz. Csak hogy ez maga a probléma. A szavannán 100 000 éven át ez egy nagyon hasznos evolúciós drive volt. Ma... Föl lehetett ülni a nyakával. Ma én azt hiszem, hogy ha egy nő harmonikus párkapcsolatra vágyik, akkor ezeket a szempontokat hátra kell rendelnie. Tőlem a centik meg a méretek lehetnek ott nagyon differenciáltak, de ha mond egy jó poént, és én könnyeimet hullajtom a röhögéstől, az nekem megér bármit. A férfi nem egy szórakoztató center, nem egy pénzcsap, nem egy szexrobot, és nem egy őrzővédő szolgálat, főleg nem a 21. században ezek között a körülmények között. Ugye lehetséges, hogy félre lehetne tenni a szavannának a választási, párválasztási szempontjait. Nagyon érdekes, mert én voltam egy túlélő showban, most már szerintem 18 évvel ezelőtt, és ez egy nagyon érdekes embertanulmány volt. Ott nem a szavannán voltunk, hanem egy szigeten. És tényleg oda voltunk kidobva, másfél órányira a szárazföldtől hajóval, és a stáb ott volt velünk, de ők is ugyanúgy szenvedtek, mi meg aztán tényleg ott ki voltunk téve mindennek. És emlékszem, hogy szedtünk valami, azt nem is tudom mi volt, valami ilyen barackféle, almaféle keveréke, föl kellett mászni a fára, leszedni. És az egyik fiú fölmászott, és egyetlen egy sort volt rajta. És ugye a sortban van egy ilyen háló a férfiaknak, ami úgy fogja a belső alkatrészeket, és ő abba pakolta be az almát, mert ugye nem volt hova más, nem volt nálunk kosárka. És nagyon érdekes volt, hogy lejött, és azt mondta, hogy vegyél almát. És mai napig emlékszem, hogy azért az ember úgy kis meghökken, hogyha úgy így valakinek látja a kukiját. És nem az volt az első, hogy úgy oda néztem, hanem az almát. Tehát, hogy az emberben az ösztön az annyira erős, hogy azonnal rámentem az almára, és utána jutott eszembe, hogy jé, hát ott neki szabadon volt mindene, és hogy még nem is kattott. Maszló piramis miatt lehet.
hát alapvetőbb szükséglet az evés, mint a szex. Régi vicc, hogy a pénz maga a pénisz. Csak rövidítve. Hetedik. Nem a méret a lényeg. Egy bizonyos szint felett és alatt számít. De igazából, hát hogy jó, hát most ezt nem tudom, hogy tudom még jobban magyarázni. Mondjuk ezt úgy, hogy szerintem igen, és szerintem nem is, mert számít, hogyha a srác esetleg nem tud másféleképpen kielégíteni, de nem számít akkor, hogyha másféleképpen is tud a párod ebben segíteni. Bizonyos méret láttán evolúciósan könnyebben indulnak be a csajok. Ha csak normális testmagassága van egy férfinak, ha csak teljesen átlagos pénisz mérete van egy férfinak, ebben az esetben ez a férfi megengedheti magának, hogy átlagos méretű autóval járkáljon, hogy egy átlagos méretű vagy egy kis garzonban éljen, hogy ne építsen óriási cégbirodalmat, és hogy megtapasztalja az ehhez tartozó szabadságot. Hogy megtapasztalja azt a fogalmat, hogy elég. Nem a csajok miatt, önmaga miatt. Most menjünk rá a sikamlós vonalra, mert itt végig azért ilyen felszín alatt a szexuális meg a fallikus dolog azért mindig itt lüktet a kis bejátszásokból is. Beszélgettem, mert nagyon szeretek emberekkel beszélni, főleg értelmes emberekkel beszélgettem egy nőgyógyász dokival. És azt mondta ez a doki, hogy akkor a baromság, mert hogy ugye az összes filmben az van, hogy jó nagy van neki, és akkor attól sikítok, de nem attól sikítasz. Mert felsorolta szépen a pontokat a doki, hogy hol vannak azok a pontok, amitől egy nőnek mondjuk az orgazmusa megtörténik, és azt a legkisebb pénisz mérettel is könnyűszerrel el lehet érni. Ráadásul, hogy egy kicsit filozofikusabb magasságokba menjünk, a maga az orgazmus a nőknél az 90%-ba innét indul. És mondjuk 10, de lehet, hogy kevesebb százalékban lenn. Tehát amikor megszületik az élvezet a nő fejében, akkor onnétól kezdve egy és elég. Tehát, hogy annyire differenciált ez a dolog, és amikor papírforma szerint megyünk, hogy kell nekem a nagyfarkú színesbőrű, akkor nem biztos, hogy az kell neked. Tehát, hogy egyáltalán lehet, hogy rendet kell rakni az embernek az aljába, és akkor minden szép lesz. Az ékszer dolga, hogy csillogjon. És ezt ő is tudja. Hatodik. A nő státuszszimbólum, akit úgy kell viselni, mint egy ékszert. Ez a ruha szerintem úgy jó, ahogy van. Itt még van valami. Ne örülj túlságosan, csak kölcsönbe kapod. És ilyesmit csak úgy odaadnak kölcsönbe. Régi jó vevőjük vagyok. Ha meg akarja venni az ember, mibe kerülhet? Negyedmillióba. Negyedmillió dollár? A nők a kapcsolat elején besétálnak ebbe az utcába, és aztán ez meg már determinálja a helyüket és a szerepüket abban a kapcsolatban. Őnekik ott nem lesz szabad akaratuk. Őnekik ott nem lesz befolyásuk a folyamatokra. Én, amiről beszélek, az tudom, 30 év párkapcsolat után elmenek lagziba, mama kikerázza magát, papa meglátja, és egy akkorát vágra a fenekere, hey, asszony, de jó nézel ki. Na, ez szerintem egy egészséges cucc. Akkor mama meg azt mondja, na, apjuk, hagyjam már. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, büszke rá, viszi, mennek együtt, csillog a nő. Ez szerintem egy nagyon egészséges, nagyon jó hozzáállás a nőhöz. Amiről te beszélsz, az egy biznisz. De ilyenkor jön az, hogy a nő, van az a nőtípus, akinek ez is egy ilyen business exchange. Tehát azt mondja a csaj, hogy jó, én leszek az a paraméterű csaj, aki tökéletes, és ezt fenn fogom tartani, és ekkora leszek, és mindig patent leszek, ez őrületes meló. A 10 legnagyobb férfi ostobaság közül 5-öt már ismertettünk, és a többit sem titkoljuk sokáig.
Hamarosan folytatódik a Sznobjektív, azzal az öt ostobasággal, amivel a férfiak hülyítik magukat. A nők azok nem ülnek be férfiak mellé viszkizni, és nem mondják azt, hogy... Hogy minden nő kuppa? Igen. Na, erről van szó. Erről nem engedik be a férfiak. Nem mennének a nők? Tehát így szívesen részt vennének ebben? Itt is egy Én nem hiszem, hogy ebben partnerek tudnának lenni. Folytatódik a Sznobjektív, azzal az öt ostobasággal, amivel a férfiak hülyítik magukat. A férfi az nem változik át semmivé. A férfi a konyhában is férfi, a szalomban is férfi, meg a hálóban is férfi. Ő nem funkció, ő entitás. Akkor hát a nő az miért kell, hogy átváltozzon attól függően, hogy a lakásnak melyik pontján van? Az összetört férfi szívekre szánt gyógyító elixír a szakítás havában még megengedhető, de utána már életveszélyes. Az incellé válás előszobája. 5. Minden nő k***va, kivéve az anyámat. Mi ütött beléd? Miért vagy szomorú? Csak a nők. A nők? Igen, a nők. Mindegyik. Mind k***a, tudja? Kivéve az anyám. Nem, fiam, nem. Az anyád is az volt. Mi az az incel? Az incel? Hát ők a önkéntes cölibátust választó nőgyűlölő férfiak. A férfi gyűlölethez találsz egy csomó herélt férfi szolgát, de valahogy a nőgyűlölethez nem találsz nőt. Tehát, hogy a nők azok nem ülnek be férfiak mellé viszkizni, és nem mondják azt, hogy... Hogy minden nő kuppa? Igen. Na, erről van szó. Nem engedik be a férfiak. Nem mennének a nők? Tehát így szívesen részt vennének ebben? Itt iszik egy k***a köztük. Én nem hiszem, hogy ebben partnerek tudnának lenni. Ennek a mondásnak, hogy minden nő k***a, ennek kettős felhasználása van. Az incel az arra használja, hogy ne menjen oda a nőkhöz, és hogy kvázi távol tudja tartani magát, el tudja szigetelni magát attól a kudarctól, ami hát a nők körében őt általában érte. A gangsta Zoli az meg arra használja, hogy kellően nagy pofával menjen oda a nőhöz. Valójában ez is egy kudarc kerülő magatartás, de inkább arra szolgál, hogy ha a nő ezek után azt mondja, hogy ne haragudj, de nem, akkor kellően nagy pofával távozzon, tehát ne törjön össze, hanem azt érezze, hogy na hát, minden nő k***vált, most akkor mínusz egy k***a. Maradjunk abban, hogy azért a feketéknél a nő a nagy segű, dús nőnek az imádata, az azért megvan. És akkor videóban megy a mama, így rázza a fenekét, és ilyen vékony csávú meg ott törül. De hát az a mama, az megfordul, és leveri kettő pillanatát. Tehát azért a feketéknél a női dominancia az nagyon durván ott van. Hát nekem ezekből a hip-hop számokból nem ez jött át. Nekem a hip-hop számokból kifejezetten ez a himsovinizmus jött át. Tehát én nekem kifejezetten az az érzésem, hogy ez a hip-hop szubkultúra, ez a létező szubkultúrák közül a legmacsóbb. Igen, ez a felszín. Én azért volt szerencsém, Amerikában is éltem, Londonban is éltem, és mivel kelet-európaiként a legkevesebb pénzem volt albérletre, akkor én latinokkal, meg feketékkel éltem együtt, és ott nagyon szépen láttam, hogy ment a biceggés, meg az így, meg mondjuk, meg én vagyok a legjobb, de amikor megérkezett a anyuka, és hozta a kaját, akkor mindegyik leült. És akkor megmutatjuk az új számot, és megmutatta, hogy oh my niggas and bitches and I kill you and fuck you, yeah man. Anyuka meg az, még egyszer ilyet leírsz, nyakon vágok, jó, bocsika, bocsa, hoztál még Párizsit, vagy mit tudod. Tehát, hogy ez azért van, hogy jó, van a kisfiam, az kicsit elkapatta magát. Fele sem igaz. Persze ez egy, én ezt nem tartom annyira ártalmasnak, ez kint van az ablakban. Ez így mutatja a bicepsét, ami ki van fényezve, és azt ki meri mondani, mert rímer rá. Érted? Nem? Köztudott, hogy a hidrogénperoxid és a szilikonimplantátum erekciót okoz. De arra gondoltál-e már, hogy a te erekciód vajon a sajátod-e, vagy a Hugh Hefner-i? 4. A Playboy csajok az igazán szexik. A Playboy azért az a szakma csúcsa.
Hát igazából már régóta szó volt arról, hogy egyszer majd valamikor újra szerepelni fogok. Én 2002-ben az egész szakmát a Playboynál kezdtem el. Akkor még hát egy jó 6 kilóval voltam soványabb, egy jó pár évvel fiatalabb, és barna voltam, majdnem fekete, nem szőke. Aztán eltelt jó pár év, és most újra itt vagyok szőkén, egy kicsit teltebben, és hát reméljük, hogy ugyanolyan sikerrel, mint akkor. De nem estél soha kísértésbe, hogy pláza p***ává formáld magad? Hát figyelj, azért... Nem, te egy rocker csaj vagy. Igen, de vannak annak is attribútumai, amik nem annyira rosszak. Tehát például, ha megnézzük a körmeimet, ezek nem műkörmök, hanem géllak. Nos, ez nem kötelező géllakot föltenni az embernek, de tök szépen néz ki. Tehát, hogy ez ráhúznak egy réteget, és beletesznek kis csillámot. És reggel, amikor a sündisznó fejem van, és megvillan a fogmosás kezdve ez a kis csilláma a körmömön, akkor szebb a napom. Tehát ezek a picike kis invenciók, amit a pláza cickók találtak ki, nem olyan rosszak. És át lehet szaglászni onnét egy pár dolgot, mit tudom, egy hajat, amikor már jobban néz ki, tévébe főleg, vagy színpadon, mit tudom én, hogy sminkeljünk. Tehát az olyan videók vannak fönn, ezek az igazi cicák, ma hívjuk őket cicáknak, akik felraknak tájékoztató videókat. Megnézem, én is akarok úgy kinézni, én is meg akarom tanulni, azért ez egy fegyver, nem. Valójában ma már a férfiak nem engedhetik meg maguknak, hogy ők a szomszéd csajról fantáziáljanak, mert a kultúra megtanította nekik, hogy a szomszéd csaj az átlagos, az középszerű. Az nem izgalmas, hanem a Playboy nyuszi, a Playboy maca, az, aki a vonzó, az, aki az izgalmas, ő az, akire vágyni kell, és megtanítják a férfiakat arra, hogy ennek a látványa okozzon erekciót. Látok ebben jót is. Tehát, hogy ameddig anyukám például 30x éves volt, és nekem soha nem felejtem el, egyszer a kertben sétáltunk, azt mondom, cseresznyét szedtünk, és mondtam, hogy de szép vagy, anya, és azt mondta, hogy hát ő már, de még nem volt 40, ő már nem tekinti magát nőnek. 48 évesen meg itt vagyok, latin táncolok, televízióban beszélgetek, tapsol, fölvehetek bármilyen rocker cuccot, amit 12 évesek hordanak. Tehát, hogy azért van ennek a fajta változásnak egy bája. Tehát nem kell a nőknek leköszönni 20x évesen, mert mit tudom, egy gyerek nemzőkor elmúlt, csák, kuka, eddig voltál jó, nem fogsz magadnak lányon párt találni, 30 évesen nincs pasit. Most azért kitolódott oda, hogy igenis lehetsz képernyőn, igenis lehetsz színpadon, vannak bizonyos olyan eszközök, segítségek, amivel, hogyha mondjuk az öregedés szele megcsap, akkor ez az elixír, ez létezik, ez egy technikai elixír. Tehát a lufi fiúk és a lufi lányok, az egy létező kategória, de hála az Istennek, vagy azért ez okos világ ez, ez általában a normál embereknek az életében minimálisan férkőzik be. Tehát, hogy a háziasszonyoknak már elérhető az, hogy 2-3 gyerek szoptatása után meg tudják csinálni a cicijüket, és akkor még nekik van kedvük a férjüknek feltárni magukat, ez egy nagyon jó dolog. És akkor vannak a túlkapások, amikor lufi fiú, lufi lány egymás mellett megy, és mennek a lufi lendbe szórakozni. Mi hekkelte meg az evolúciót? Harmadik. Nem akarok gyereket. A férfi azt mondja, hogy igen, ő szeretne gyereket, de közben meg amikor ott lenne az ideje, hogy ők ágyba bújjanak és a gyerekért szeretkezzenek, akkor valamiért mégsem működik a dolog. Feloldható ez a probléma? Fel, bizony, néhány beszélgetés, 5-6 alkalom bőven elég ahhoz, hogy egy ilyen problémát átbeszéljünk. Hogyha nem is jutunk el odáig, hogy a férfi gyereket akar vállalni, de legalább felmeri vállalni nyíltan a partnere előtt azt, hogy még nem jött el az ideje annak, hát, hogy ő családapa legyen. Nem akarok gyereket. Itt nincs vége a mondatnak. Hogy folytatódik a mondat? Nem akarok gyereket, mert... Még én is gyerek vagyok. Vagy legalábbis serdülő. Én még nem vagyok alkalmas a gyerekvállalásra.
De bárhogy máshogy is be lehetne fejezni ezt a mondatot, de akkor legalább be lenne fejezve a mondat, és nyernénk egy kulcsot a megoldáshoz. Ehelyett egy válságot, egy krízist, azt állapotnak hazudunk, és berendezkedünk rá. Az összes ősünk egészen visszamenőleg az egysejtű életformákig. Mindegyik meghozta ugyanazt a döntést. És én most hozok egy ezzel ellentétes döntést. És büszkén, és önérzetesen felvállalom azt, hogy az evolúciónak a csődje vagyok, a zsákutcája. Ez hogy? Uh-huh. Ez hogy történt meg velünk? Ne nézzél rám, hallod, nem én voltam, és köszönöm. Nem én találtam ki. De te is látod a jelenséget, nem? Igen, és nem is annyira, most már nem is annyira férfiaknál. Tehát, hogy az, hogy kitolódott az életkor, tehát a középkorban azt hiszem 30 év volt a plafon. Tehát aki elérte 30 évet, az már aggastyán volt. Tehát ott nagyon gyorsan össze kellett hozni azt a gyereket, és ott nem volt olyan, hogy önmegvalósítás, meg még akarok két keresztes háborút, meg utána szeretnék még a palotákat építeni, hanem az volt, hogy a gyerek az jön, amikor kell. Tehát 10 éves korban már, amint érett volt a nő, meg férfi, elkezdték, mert tudták, hogy nincs sok ideig. Most azért kitolódott mindenféle oknál fogva az embereknek az élettartama, és úgy gondolják, hogyha tudok 80-100 évig élni, akkor 20 évesen mit szarkodjak, mert még akkor egy kicsit hátradőlök, és lehet mindent is csinálni. Nyilvánvalóan nőknek is azért kitolódott, mert én is 40 évesen, meg 42 évesen szültem, tehát ez lehetetlen volt azért még a nagymamáink korában, amikor mindenki 20 évesen szült, tehát kitolódott, de azért biológiai van egy határ. Na, ezt kéne észszerűen fölfogni, a nőknek is, meg a férfiaknak is, hogy akarok-e valaha, ha nem, az jó lesz-e nekem, ha nem akarok soha többet, az egy boldog élet, ezt csináltam én is. Azért 38-39 éves koromban addig úgy lavíroztam, meg ezt is érdekel, meg az is érdekel, és akkor leültem magammal szembe a tükörbe, figyelj, Anna, két út áll előtted, melyiken indulsz el? Az egyiken egy nagyon szomorú, 60 éves korában is piros körmökkel üvöltöző rocker anyuka leszel, vagyis rocker leszel anyuka nélkül, a másik oldalon meg lehet, hogy ugyanez lehet, de két gyerekkel. Most a férfiaknak szerencsére ők 60 évesen is tudnak nemezzeni gyermeket, tehát ők azért hátradőlnek. Az új tendencia, amit nagyon-nagyon szeretettel látok, az utánunk jövő generációknál, az, hogy a 20 évesek szülnek. Régen, hogyha egy férfi szexet akart, már pedig szexet akart, akkor muszáj volt gyereket vállalnia, az is az ahhoz tartozó felelősséget és felnőttséget fölvállalnia. Ma, ha egy férfi szexet akar, épp az ellenkezőjét kell akarnia. Nem gyereket kell akarnia, hanem pubertásnak kell maradnia, hanem függetlennek kell lennie, hanem el kell tolnia magától a felelősséget, mert a felnőttség, a felelősség, a gyerekvállalás, ezek mind nem a Tindernek a barátai. Bizonyos férfiak motivációs könyvekből csajoznak. Élj az álmaidnak, ne fogadj el nemet, képes vagy rá. Második. Az erőszakos nyomulás szexi. Álmodtam a melléjét. Hogy csinálod ezt? Hogy bekusztál az én álmaimba? Jung azt mondja, hogy akiről álmodunk, az is mindig hát át a derekadat csak alul, örmegy ezt itt. Legjobb alatt való. Az, ami szépen szúrva az a lötyet falagatban. Ez az, hogy szép. Én azt hittem, hogy egy bensőséges család vagyunk. Ennek az erőszakos nyomulásnak, meg ennek a céges referenciának a következménye lett a MeToo-nak az a mondása, hogy a nem az nem. A nem az nem, ami megsemmisíti az udvarlást. Ha kapsz egyetlen nemet bármikor, onnantól kezdve nincsen jogod ahhoz, hogy újra próbálkozz, mert már megkaptad a nemet. Megvan az az élmény, amikor az applikáció, mondjuk az okostelefonodon dobál fel ilyen üzeneteket, hogy beleegyezel-e. Ugyan kiolvassa el a szöveget. Persze beleegyezel, rányomod, hogy beleegyezel, csak hogy szabadulj. Na, ugyanez a működés, a pick-up artistoknak a működése és a diktátuma. Igenis, bele kell kényszeríteni azt a nőt egy olyan helyzetbe, hogy ne legyen más választása, csak a te testeden keresztül szabadulhasson.
Mert nekem kéne műsort vezetni és téged kérdezni. Ez egy ilyen önfeltartó és öngyógyító dolog. Tehát amikor elérkezünk egy zsákutcához, és nem fogunk gyerekeket szülni, az azért van, mert a Föld ezt kitermelte magából, és nem kell. A 10 legsúlyosabb férfi ostobaság közül 9-et már ismertettünk. Lássuk az eddigi listát. 10. A nő egy éteri lény, aki gyámolításra szorul. 9. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. 8. A méret a lényeg. 7. Nem a méret a lényeg. 6. A nő státuszszimbólum, akit úgy kell viselni, mint egy ékszert. 5. Minden nő k***a, kivéve az anyámat. 4. A playboy csajok az igazán szexik. 3. Nem akarok gyereket. 2. Az erőszakos nyomulás szexi. Ha a kis hölgy összezavarodik, csak nézzen körül. Amit lát, abból könnyűszerrel következhethet arra, hogy késő. 1. Konyhában szakács, szalomban dáma, hálóban szajha. A maminak már elege lett abból, hogy folyton bugyiba járjon. Igen? Igen. Ezért úgy döntött, hogy már nem is hord bugyit. Itt a férfi olyasmit vár el a nőtől, amit nemhogy önmagától, de más férfitől sem várna el soha. Más. Hogy, az étele. Hogy funkció legyen. Két haver találkozik, ugyanígy. Nem kell zsákba macskát árulni. Nem kell többet mutatni, mint ami vagy. Én ezt vallom. Tehát, hogy én előszeretettel mutatom először a rosszabbik énemet, és hogyha az is átmegy, akkor könnyűszerrel a normál pásztoronát könnyűszerrel elfogadja. Tehát az erőlködés, az tényleg annak nyögés a vége. Hogyha valami olyasmit próbálunk eladni, amik mi nem vagyunk, tehát, hogy vannak olyan nők, akik imádnak rózsaszín portörlővel bugyika nélkül otthon flangálni, és ezt szeretik, és életük végéig úgy, tehát nekem van barátnőm, aki ezt imádja, tehát az lételeme, és tényleg így működik. Nem biztos, hogy főz, de ezt csinálja otthon, ezt a porolást bugyi nélkül. És vannak olyan férfiak, akiknek erre van igényük, vannak olyan férfiak, akik meg elmennek a piacra, és megnézik, hogy te milyen nő vagy, bugyika nélküli nő vagy, vagy veled el tudok menni, mit tudom én, haverokkal sörözni, nekem a sörözős kell, nekem a bugyika nélküli, tehát hogy érdemes megmutatni őszintén. Jó, nem kell az összes hibánkat rögtön, tehát hogy nem kell az, hogy mit tudom én, hát itt van a számlám, pszichológushoz járok, ezért heti 42-szer ezt vállalod, persze, hogy ez bárkit elijeszt, de hogy érdemes megmutatni, hogy milyen vagy, ilyen vagyok, kellek, én vagyok az. Konyhában szakács, szalomban dáma, hálóban szajha. Na, hogyha ez az igény, akkor miért nem mész el egy Michelin csillagos étterembe? Miért nem veszel fel egy 6 diplomával rendelkező társalkodónőt, és miért nem hívsz egy prostit? Ja, hogy nem engedheted meg magadnak. Ja, hogy az drága. Ja, így már értem. Hát nincsen pénzed rá. Hát ez így értem. Akkor változzon át a nő. És akkor az úgy megoldja a problémát. Ezért kell a 3 az 1-ben. Hogy valójában ez a duma, ez egy ilyen vagizása a haveroknak. Hogy én úgy élek, mint a DiCaprio, és meg is engedhetem magamnak is. Jövök abból a havi jövedelmemből, amit erre szánok. Ugye valójában a DiCapriói élethez tartozik egy DiCapriói bankszámla, és tartoznak hozzá ezek a DiCapriói csajok, meg ezek a DiCapriói szolgáltatások. Ott egy nő tényleg funkció. DiCapriónak a funkciója. Hol van DiCaprio? A szalomban van? Akkor egy dámát igényel. Vagy a hálóban van? Akkor egy szajhát igényel. A konyhában van? Nyilván hogy kerülne a konyhába? Nyilván beleszagol a lábosba, hogy mikor lesz kész a vacsora, mert más keresni valója nem lenne ott. Akkor pedig szakácsnő. Hogy valójában, aki ezt nem engedheti meg magának, de mégis óhajtja, az egyetlen nőt felvesz erre, és gyárt egy ilyen ideológiát, hogy annak a nőnek már pedig át kell változnia azzal, ahol éppen van.
De végtelenül boldogtalan élet az, amikor így összerakod a boldogságot külső elemekből. Nekem van egy teóriám, ami nem biztos, hogy az én teóriám, sőt, több mint valószínű, de én nem érzem úgy, hogy a nő meg a férfi az így yin-yang. Szerintem a nő az yin-yang magában, és a férfi az yin-yang magába. Tehát ha te teljes vagy, és magadnak megszerzed azt, ami kívül belül, amitől teljes leszel, és utána egy teljes jogú partner találsz, akkor az a boldogság. De az, hogy én attól vagyok boldog, hogyha kiegészítesz engem úgy, hogy te főzöl, ha kiegészítesz úgy, hogy szajha vagy, abból soha nem lesz. Tehát kicsi burok boldogság, kicsi burok, és a két elégedett ember egymásra talál, tök mindegy, mit csinálnak. Jó lesz. Ez egy nagyon-nagyon megalázó recept, és a nők ezt a férfiaktól származó hiteles referenciának nézték be, és ők ezt magukra vették. Uh-huh. És ők ennek igyekeznek megfelelni, hogy a konyhában szakácsok legyenek, és a hálóban szajhák legyenek, és a szalomban meg dámák legyenek, holott ezt vissza kéne utasítaniuk, mert ez megalázó és lealacsonyító. A férfi az nem változik át semmivé. A férfi a konyhában is férfi, a szalomban is férfi, meg a hálóban is férfi. Ő nem funkció, ő entitás. Akkor hát a nő az miért kell, hogy átváltozzon attól függően, hogy a lakásnak melyik pontján van? Ne csináld, én azt mondom, ne csináld. Nem kell semmit erőltetni, nem kell. Tényleg. Én az egész élet